Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a csatornámon! Ha tetszik a videóm, akkor lájkoljátok és iratkozzatok föl. Ha kérdésetek van, akkor kommentben vagy a lenti e-mail címre írjátok meg. A mai témám, hogy kerültem Angliába, Egyesült Királyságba. Ez egy kicsit bonyolult és hosszú történet. A lényeg az, hogy elkezdtem egy légi kísérő tanfolyamot, és mivel az iskolában németül és oroszul tanultam, ezért beiktatták nekem az angol nyelvtudást is, és pár hónapig tanultam az angolt otthon, egy angol nyelvoktatóval, ezért azt mondta nekem, hogy jöjjek ki pár hónapra Angliába, hogy tovább fejlesztjem az angol nyelvtudásomat, és ha pár hónap múlva hazamegyek, akkor letehetem a vizsgát, a légikísérői tanfolyami vizsgámat. Én erre azt mondtam, hogy rendben van. Szóval az iskola keresett nekem egy családot, itt megjegyezném az árójelbe, hogy afroamerikait, akik au pairt kerestek, két kislányuk mellé, akik 3 és másfél évesek voltak akkor. Azt írták az e-mailbe, hogy hozni, vinni kell őket az óvodába, és egy kis lájtos házi munkát kell végezni. Én erre azt mondtam, hogy rendben van, megvettem a repülőjegyet, de előtte letisztáztuk, hogy hova érkezek, és hogy kijönnek elém a repülőtérre. Elérkezett az idő az utazásomhoz, és elbúcsúztam a családomtól és a barátomtól. Mondták, hogy ha leszáll a gép, jelentkezzek be, mivel egyedül indultam el külföldre, és a büdös életben nem voltam még akkor külföldön, és elég fiatal voltam még akkor. Szóval felszállt a repülő, 2-2,5 óra múlva leszálltunk Londonba, követtem a tömeget, és elég görkölékenyen ment az egész, független attól, hogy alig beszéltem angolul. Felszedtem a csomagomat, megvizsgálták az útlevelemet, kimentem a kapun, kerestem a családot, hát igen, nem jöttek elé, nem vártak a repülőtére, nem jöttek elém. Itt meg kellett volna, hogy szóljon a vészcsengőm, hogy hát azért, ha már megbeszéltük, hogy kint fognak várni a repülőtéren, akkor várjanak kint. Na, mindegy. A lényeg az, hogy fölhívtam a családot, és azt mondták, hogy vegyem meg a városokba a távolsági buszra a jegyet, és akkor ők ott fognak várni rám. Itt szögezzük le, hogy az én angol nyelvtudásom azért nem volt, hagyott maga után kivetni valót, lényeg az. Az egy dolog, hogy talán elmondtam, hogy hova szeretnék menni, ha megértette az angol, igen, mert azért ez egy dolog, de az már nem biztos, hogy te megértetted az angolt, na mindegy. A lényeg az, hogy odaálltam a pénztárhoz, és elmondtam, hogy szeretnék egy buszjegyet venni Coventrybe. Hát, nagy meglepetésemre megértették, és akkor elmagyarázták, hogy honnan megy. Hát az én amit megértettem belőle, hogy a lényeg az, hogy megértettem, csak hát a tájékozódásommal volt egy kicsit probléma, mert elmondták, hogy menjél erre, de hát a lényeg az, hogy megkérdeztem még vagy két ott dolgozott, és a végén persze beállítottak a X busz megállóba, és mondták, hogy itt van a rajta a buszjegyen, hogy még busznak a száma, és csak arra szállhatok föl.
Persze. Vártam, nem is tudom mennyit, másfél órát vártam a Lutonban, hogy megérkezzen a busz. Felszálltam, előtte be kellett mutatni a jegyemet a buszsofőrnek. Elvett a bőröndömet, berakta a tárolóba, és mondtam, hogy nem beszélek jól angolul, és ide szeretnék menni, és előre ültem, hogy majd szól, hogy mondta nekem, hogy üljek előre, és akkor szól, ha megérkeztünk a városba. Na, felszálltam, elindultunk Coventrybe, nem is tudom, ilyen 3-3,5 óra volt az út. Elég hosszan mentünk. Na mindegy, megérkeztem Coventryben, figyeltem az utat, merre megyünk, milyen városokat érintünk, mindent figyeltem, hogy el ne tévedjek azért egyedül a nagyvilágban. Na szóval, megérkeztem Coventryben, leszálltam a buszról, kerestem a családot, feleslegesen, mert itt se voltak kint. Szóval fölhívtam, hogy itt vagyok a Coventry buszállomáson, és hogy most mi van. Azt mondták, hogy ó, 10 perc múlva ott vagyunk. Hát igen, a 10 percből lett 1 óra hossza. Igen. Megérkeztek, és a lényeg az, hogy 2,5 hónapig voltam náluk, mivel hogy a lájtos meló úgy volt, hogy napi 12 óra hossza, mosni mindent neked kellett, és már a végén még főznöm is kellett. Mint egy házvezetőnő, azt várták el tőlem, hogy felkeltem a gyerekeket, megfürdettem, enne adtam neki, elvittem az iskolába őket, amíg ők oda voltak az óvodába, az ilyen 2,5 óra hosszás óvoda volt. Addig én hazamentem, kitakarítottam, elkészítettem a gyerekeknek az ebédet, utána elmentem a gyerekekért, hazahoztam, és akkor még folytattam tovább a házi munkát, megetettem először a gyerekeket, folytattam a házi munkát, akkor a kicsit még pelenkáztatnom kellett, szóval azt is nekem kellett csinálni, kimostam, kitakarítottam, és ez ment, hogy is volt, vasárnaptól csütörtökig kellett csinálnom ezt. Na szóval, és 70 fontot kaptam érte hetente. Ez azért egy 12 órás melóra, ez egy kicsit kevés. Még ez el is ment, hogy hát 12 órába dolgozott. Tudtam, hogy nem maradok ott sokáig, csak az iskola miatt jöttem, de amikor már a családanya megvádolt azzal, hogy én összefekszek a férjével, és hiába mondtam, hogy hát nem, hogy feküdtem volna össze, hát itt látszik meg, hogy néhány ember nem tud gondolkozni, hogy reggel elment 6 órakor a férje, este 6-ra jött haza, amikor az egész család otthon volt. Gondolni való, hogy ott volt, amikor otthon volt, akkor a gyerekekkel foglalkozott meg az asszonnyal. Nem is volt, hogy gondolta, nem mindegy. És fölhívtak egy 56-ból diszidált magyar egy úriembert, és ő tolmácsolt nekem. És mondtam ezzel kapcsolatban, hogy
És mondtam az úriembernek, hogy hát magyarul elmondtam, hogy ez nem is igaz, stb. Stb. Hogy ez nem tudom honnan szedte, a lényeg az, hogy kiderült az igazság, hogy hát mégsem, hiába erősködtem, na mindegy, kiderült az igazság, hogy félreértelmezte a hölgy. Na, de én már mondtam akkor, hogy köszönöm, de én nem maradok itt ilyen családnál, aki meg függetlenül attól tudták, meg tudta a hölgy is, hogy van egy komoly kapcsolatom, akit otthon hagytam, és jönne ki hozzám, és meg minden nap egy fél órát engedtek, hogy a számítógépüket használjam, és felhívjam rajta a Skype-on, vagy Skype volt akkor mi, meg igen, a Skype-on, hogy fölhívjam, és akkor beszéljek vele, na mindegy. De hát akkor is ilyenek az emberek. Na mindegy, a lényeg az, hogy hazaérkeztem, és majd innen folytatjuk, hogy kerültem vissza Angliában. Úgyhogy sziasztok, találkozunk legközelebb.